Üdvözlök minden kedves nézőt, én Szabor Gaming vagyok, ebben a mai videóban pedig folytatjuk a Forma 1 2013 karrierünket, a második futam következik, ami nem más, mint a Malaj nagy díj, előtte megmutatom a pontverseny állását, hát nem olyan nagy változás van, így az első futam után, Vettel, Massa, Webber, Hamilton, Hülkenberg, Perez, Räikkönen, Gutierrez, Sutil és Grosjean volt a pontszerző, mi pedig a 16. helyen állunk a bajnokságban, de megpróbáljuk ezt megjavítani. Itt vannak a hírek, nyilván, hogy Vettel megszerezte első győzelmét idén. És akkor, hát az a mai terv, hogy Malajziát begyakoroltam, hát volt rá egy hetem, és jól begyakoroltam a pályát. Megpróbálunk a Q2-be bejutni, és talán ez nem biztos, de a Q3-ba is megpróbálkozunk. És a futamon pedig megpróbálunk jó eredményt elérni, esetlegesen egy-két pontnak is örülhetnénk már, mert már nagyon hiányzik, ha már az első futam ilyen bal szerencsésen sikerült. És elvileg van R&D teszt is, itt vagyunk közben Sepangban, szokás szerint a kiszámíthatatlan időjárásban. Na és akkor elvileg van R&D program, úgyhogy azt teljesíteni kell. Aha. Akkor most teljesítjük gyorsan ezt az R&D tesztet. Közben egy kis pálya bejáróljon. Gyorsítunk az egyenesre, nyitjuk a hátsó szárnyat. És igazából ez a hátsó egyenes. Itt vannak még mindig a vonalak. Itt nagyon későn kell fékezni. Hopp, el is rontott. Hoppá, ezt el is rontottam. Semmi gond, rányomjuk a kerszt, meg a DRS. Hátsó szárny az épp. Jön a célegyenes, hát itt 6-os, 7-esbe kell menni. Ráadjuk a kerszt. És itt ebbe a kanyarban nagyon fontos, hogy középen kell maradni. Itt le is lehet kicsit sodródni az ívről, bár hogy nem ennyire. Hoppá. És 5 kört kell menni. Hű. Itt kijövünk szépen, itt rányomjuk a kerszt. Nagyjából felét elnyomatjuk a megmaradt kersz adagnak. Itt ha kell egy kicsi kersz rányomathatunk. Aha, és 5 kört kell menni. Hú, az még elég hosszú lesz. Úgyhogy szerintem az lesz, hogy megyek egy kört, és akkor utána én már befejezem az R&D-t. Itt jön a középső szektor, itt jön az a nagyon éles kanyar. Itt általában valaki ezt megcsinálja padlógázon, én nem tudom, én nekem bele kell mindig emelni. Általában én itt szoktam veszíteni, itt a leszorító erő nagyon fontos. Itt van a dupla jobbos. Ez se sikerült most olyan jól, de majd az időmérős körül nyilván jobban sikerül. Itt 6-osból visszaveszünk, 3-asban adjából. Vagy 1-es-2-esbe. Aztán itt ügyelni kell arra, hogy ne nagyon veszítsük el a hátulját, mert jön az utolsó szektor, amit nem sikerül, és bele is hibáztam a körbe. Semmi gond, akkor megyünk még egy kört, hát ha úgy jobban megyek. Itt jön a célegyenes, vagy a hátsó egyenesre fordító kanyari. Törekedjünk arra, hogy minél jobban gyorsítjuk ki. Itt jön a DRS zóna. Látjátok, hátsó szár nyitva. És itt nagyjából olyan 300-ig fölbírunk gyorsulni. Jön az utolsó kanyari, törekedjünk a minél szűkebb kanyarvételre. Kiáratot pedig ne nagyon szélesítsük, mert akkor könnyen ide a sóderájba beeshetünk. És ez volt egy 1.50-es köridő. Menjünk még egy kört, hát ha így most jobb lesz. Most nem magyarázok, most csak figyelek. Közben kijött terém az egyik Williams. Leggyorsabb kör az enyém nyilván. Ha itt egy Williams előttem. Az annak majd lengethetjük a kék zászlót. És nem én nekem kell engedni, hanem majd a sportbírók lengetik. Itt a maradék kerszadagot elnyomom. Azt is! Aj, de rossz helyen utoli. Tehát utol Maldonado! Maldonado, te hülye gyerek, menj már az utamból! 5 rajtahelyes büntetés neki. Hát Maldonado, jó mondjuk Maldonado-tól nem, ez nem egy izé újdonság, hogy beállt elé. Rohadt venezuelai köcsög, jó? Nyugi, nyugi. Jó, meg volt ez a kanyar. Itt, jó, ez egy kicsit széles volt. Ugye itt vesztette el egyszer Petrov a kormányát, amikor ő átugratott a 2011-es futamon a rázókövön. És a kormány egyszerűen, jaj. Hopp, na!
Hoppá. Ezt eléggé elnottottam. Amikor Petrov emlékeztek még rá, még a Lotusnál volt. És elvesztette a kormányát. Hopp. Hát ez se sikerült olyan jól. Nem is javítok már az időmen. Pedig jót ment el. Nem baj, még van az utolsó szektünk, még van lehetőség a javításra. Jövünk az utolsó szekcióhoz. És akkor itt én befejezem majd a izét. Majd csak annyit mutatok, hogy az R&D tesztet majd teljesítem. És akkor majd az időmérő edzéssel fogjuk folytatni. Nyitjuk a hátsó szárnyat. Ide jó volna egy kis szélárnyék legalább a csapattárstól. Más úgyse nagyon ad. Mert ugye tudjuk Weber Gábornak a mondatát, hogy a szélárnyék mindenkinek jól áll. Itt most egy kicsit szélesebb volt a kijárat. És akkor ez volt egy kis bevezető a pályáról. Jöjjön az időmérő. Akkor ennyi lett volna a szabad edzés. Láttátok, hogy sokat javítottam az időn, és hát egy érdekes meglepetés, hogy a hatodik helyen zártam, 1.45 hetet autóztam kemény keveréke. Az R&D tesztet tökéletesen teljesítettem, és hát nagyon sokkal, nézzétek meg, 4 másodperccel és 1 tizeddel megvertem Bianchit. Hihetetlen, hát nagyon jó szabad edzés volt, R&D programot teljesítettem, és akkor most már ténylegesen jön az időmérő edzés. Nagyon bizakodó vagyok. És meg is érkeztünk az időmérőre, ahogy látjátok, száraz az idő, nem lesz eső, és akkor már mehetünk is ki a pályára. Remélem a Q1 csak egy sétagalop lesz. Na, meg is jöttünk. És mostantól megvan az irányítás. Nyitjuk a DRS-t. Kersznek a felét eltartalékoljuk. Itt van mögöttem a Caterham pont. Viszont a Caterhamet nem fogom elengedni. Na, a 20. helyet szeretné a játék, hogy elérjem. 20. hely bőven, hát én meg a 10. helyet szeretném elérni. És akkor neki is megyünk az első gyorsra. Komolyan mondom, az időmérőre jobb az idő, mint a szabad edzése. Hát ilyen felhős volt az idő. Csak a futamon ne essen. Direkt nem néztem meg az időjárás előrejelzést, amit küldtek. Ez nem volt a legjobb vétel. 27.4-et autóztam a legjobb idővel, keményen. 27.1. Jó, ebben voltak hibák. És el is vették a kört. Aha, 4-kerekes pálya elhagyál, de a flashbackek megvannak. 2 flashbacket használok. Annyi szerintem megengedett egy ilyen kezdőtől, mint én. 26.9-21-et autóztam az első szektor, és megint itt vannak előttem. Méghozzá Adrian Sutil, aki nem nagyon akar elengedni. De ezért még szerintem nincs büntetés. És ezért én sem nagyon büntetném meg Sutil, mert amikor pont jónak látta, akkor lehúzódott. Na nézzük. Mi ez a kanyar? Kicsit lecsúsztam közepén, de aztán végül visszabírtam állítani az autót. Mi ez a nagyon éles kanyar? Nézzük. Középső szektor után 1.02.3-at megyek. Keményeket érdekes. Jajjaj. Megszoktam. És egy hiba. Közben a Bianchi is kint van a pályán. Bocsánat, egy vágás? Vágás volt. Bocsánat. Kicsit furcsa, de itt van a telefon, azt mindig keresik az embert. Ojjaj, oppálé. Ezt nem megfogtam. Kicsit megrallisztattam ezt az autót. Erre van ez a híres mondat, hogy hát ez nem rally autó, szóljanak már neki. Ez Palik László mondta Mihály Schumacherre a 2006-os szezonzáró nagydíjon. Amit fizikálával művelt. Nézzük, hát ez nem volt egy jó kör. Ebbe volt 2 nagy hiba is. Aha, 48.5. De nyugi, tudok menni ennél jobb időt is. Ez lesz érdekes, hogy ilyen felvétel, amikor nem forgott a felvétel, akkor mentem 45-öt. Van der Gaard is viszont megvertem, viszont már Ricciardo megvert. És itt van a Ferrari előttem, úgyhogy... Jaj. Itt van a Ferrari előttem. Ricciardo 46.3-at ment. És itt a Ferrari, aki nem nagyon akar elengedni. És blokkol Alonso. Mit csinálsz, Alonso?
Alonso a bukótérben! Mit csinált Alonso? Ezt láttátok? Ez röhely! Röhely! Alonso, ez mi volt? Mi volt? Hát leblokkolt előttem. Na, Alonso, ezért viszont valami büntetés. Legalább pénzbírság Alonsónak. Bottas is előttem van, de hát az első kör az hibákkal tele volt. Főleg itt az utolsó szektorban hibázgattam. Első szektor nem volt jó, aha, egy fél másodperc eddig benne maradt ebben a körben. Viszont itt van, itt hibáztam. Ez megvan. És akkor... Jaj! Lecsúsztam, négy kerekes pálya elhagyás volt. Jó. Nem. Fú. Hátuljának nagyon kell parancsolni az autónak, mert nem nagyon akar egyenesbe állni. Közepes gumikat nem szoktam még meg. De lehet, hogy visszaváltok keményekre, mert a keményeket megszoktam. Ugye az R&D teszt az a kemény keveréken volt. Mondjuk az utolsó kanyarba, nyitjuk a hátsó szárnyat. És 1.45 1. Szerintem tovább megyünk. Úgyhogy visszamegyünk a garázsba és megnézzük, hogy ez elegendő lesz a továbbjutásra. Na nézzük. 5. hely, szerintem ez bőven elég. Ennyi volt a Q1, hát ez egy sétagalop volt. 7. helyen jutottunk tovább, 1.44 2 autózott Vettel. A kieső zónában pedig Maldonado, Bottas, Gutierrez, Pig, Bianchi és Van der Garde. Hát a szokásos, két Williams megint kiesett. Gutierrez kiesett az Auberrel, pedig szabad edzésen 12. volt. Pig megverte Bianchi, de Van der Garde kikapott, és mi pedig 2,5 másodperce megvertük Jules Bianchit. Na, hát hogyha a 7. leszünk, akkor bejutunk a Q3-ba. Annak pedig nagyon örülnék, hogyha bejutnák, mert akkor a pontszerzés az közel áll. Viszont most megpróbálkozok valamit, hogy hát ha kemény keverékű gumival be tudnék menni a Q3-ba, és akkor egy közepes szettet megpróbálnék spórolni. Na, akkor megyünk, nyitjuk a hátsó szárnyat. Kis gumimelegítés nem áll, de már bemelegítettük a gumikat. Flying Lab-nek ez a jó, hogy itt már előre be vannak a gumik melegítve. Aha, csak én mindig elrontom ilyenkor, amikor új gyors kört kezdek az első kanyar, vagy az utolsó kanyar. Egy cél, hogy ilyen ráfordít, ez egy nagyon trükkös kanyar, ahogy látjátok. Itt a KERS, ugye ez elvileg 6 másodpercig ad plusz 10 km per órányi erőt. Szenvedek. Nem tudom miért, de most meg szenvedek valamiért. Még nem olyan értelemben szenvedek, hogy nem tudom az autót a pályán tartani, mert próbálkozok. Nézzük az első szektor. 29 volt a aha. 27.2 a kemény keveréken. Úgyhogy jó. Kemény keverékhez képest egész jó első szektor. 27.2. Itt volt az előbb egy pici hiba. Jaj, ez ott nagyon trükkös kanyar, a kigyorsítás és sose jön ki itt nekem. Itt fognak majd látni, nézzétek meg, hogy a futamon is itt fognak rajtam sokat hozni. Ez a kanyar megvan. Kicsit itt a kerékvető, itt nem szabad túlságosan kimenni, mert Petrov és Webber is itt már megreptette egyszer-egyszer az autót. 2011-ben, meg talán 12-ben. Azt a mindenit, középső szektorban fél másodpercet gyorsan vagyok a kemény keveréken, mint a közepeseken. Na! Még egy telefonos vágás, viszont ez eddig egy nagyon jó gyors kör. Ez szerintem Q3 érett kör lehet, ha itt nem rontok... Hát, ez egy flashback, ez egy flashbackent megérdemel, mert ez eddig egy nagyon-nagyon jó kör. Ez eddig egy nagyon nagy... Mondtam, ez egy Q3 érett kör. Jó, kavicsány mellett húzatjuk. Kicsit rátesszük a kerékvetőre, nyitjuk a DRS-t. Ha 44-es kör, akkor a 1-ből tovább jutunk, én azt érzem. Mert szerintem 44-es köridővel simán bemehetünk a Q3-ba. Aztán lehetséges, hogy nem lesz 44. Nagyon határeset, és elég elrontottam a kigyorsítást, de... De 44-7! 44-7! Na nézzük ebben, mire lesz, ez mire lesz elég? 44-7!
4 tizeddel jobb voltam, mint a közepeseken. Azért ez is furcsa. Nézzük. Hetedik hely, de messze vannak. Megkockáztatom. Ha nem, akkor ez egy kockáztatott Q3 kihagyás. És ott van! Ott van a Q3! 8. helyen tovább mentünk egy 44 héttel. És Vettel egy 43-6-tal ment a közepeseken. Na, 8. hely, első Q3-unk itt Malajziában. Fél másodperccel tovább jutottunk. Kieső zónában szokásos Hülkenberg, Perez, majd jön a két Force India és a két Toro Rosso. Hülkenberg 2000-del maradt el Grosjeantól, hogy bekerüljön a Q3-ba. Viszont Q3-ba már közepes keverékkel kell menni. Vagyis nem, mert itt kell választani a rajtgumit. Na nézzük. Megpróbálom az utolsó szett kemény keveréket is elnyomni. Ha nem lesz jó, akkor majd bejövök a boxba, és akkor közepeseket felrakatok. És megkaptuk egy Red Bullt elénk, méghozzá Mark Webber. Webber itt előttünk van, úgyhogy kell egy kis távolság. Itt a bolyjal egyszerre jöttünk ki. Itt van Kimi Räikkönen, próbálkozik a Lotusszal előzni. De nem, Kimi, nem. Nem előzünk, 2019 Monza Q3. Ezt mindig elrontom. Nagyon-nagyon széles. Kanyarodok rá. Itt van Räikkönen, és most rossz lesz, mert itt a boly. És itt most védeni kell a pozíciót. Hoppá, Kimi Räikkönen. Védjük a pozíciót a finn jégember ellen. Itt az időmérő edzés utolsó fázisában. Itt van Webber. Webber, most egy kis verseny is lehet. Mert igazából most lehet megnézni, hogy mennyire vagyunk gyorsak. Rányomjuk a kerszt. Nézzük. És viszont Webber föl fog tartani, úgyhogy bemegyünk mellé. Körbeautózzuk. Aztán ez verseny. Ez verseny, basszus. És Webber előttünk van. Jajjaj. És jön a rossz kanyar. Itt Webber el is húzott egy nagyon kicsit. Már mondjuk itt van még Räikkönen mögöttem. Jaj. Hát ez nem volt jó. Kimi. Maradjál mögöttem. Maradj magadnak, Kimi. Kimi, te már úgyis nyugdíjas vagy. De mondjuk Webber is nyugdíjas. És ahhoz képest, hogy hibázott, nem is egy rossz kör. 3 tizeddel vagyok gyengén, mint a Q3-as. Q3-as? Q2-es legjobb köridőm, úgyhogy itt egy bolyba kell autózni. Hát ezt elhibáztam, egy flashback. Egy flashbacket megérdemlek. Itt van előttem ez a rohadt Red Bull. Hopp, közben a bolyát is kidöntöttem, de az átbagolt. Átcsusszant oda a kavicságyba. Majd újra spawnol egy idő után. Ez van ezekkel. Hoppá, Webber! Webber! Webber hibázott és kiment a bukótérbe. Ajjaj, sárga zászló. És jön Räikkönen, akire meg rá kell csukni az ajtót, mert jött a belső íven. Most már megkapjuk Rosberget mögénk. Ez így nem jó. Mert itt, mert ez egyszerre verseny és meg időmérő is. 1.42.9 Alonso. Mennyit megyünk? 45-öt. Ez viszont nem jó. Védekezni kell. Jó, védekezni kell. Mert ebből az idővel nem fogunk sokra menni. És el is rontottam a kigyorsítást. Igazából 6. vagyok, de hát még gondolom a félmező nem ment kört. Na, végre mögöttem vannak, végre. Végre, most kicsit kevesebb a forgalom. 2 tizedet vesztettem. És le is vágom a kanyart. Ez nem igaz. Ezt mindig levágom, ezt a kanyart. Itt van az egyetlen kanyar levágási veszély ezen a pályán. Vagyis hát nekem. És az előnyünk 412 000. Viszont nem lila, mert másfél tizedet meg ott hagytunk az első szektorban. Nagyon kemények vagyunk. Ajjaj. Nagyon! Hú, ez a kanyar nem volt jó. Látszik, hogy Rosberg meg is érkezett ránk. 1.01.6 a középső szektor, de jó, zöld, zöld a középső szektor. És
akkor most már ez a szektor kelljen meglegyen hiba nélkül. Nézzük! Nézzük, ez a kanyar megvan. Nem volt jó. Megint kicsit a kavicságy, 4-esbe, közben 5 perc van átra az időmérőből. Na nézzük, itt van Hamilton. Lehet, hogy főrakatok egy közepest? Lehet, hogy fel kell rakatni, mert lehet ez az idő nem lesz jó. Hopp, off. Hú, de a csítás nem jó. Viszont az idő 44, na nézzük. Megyünk vissza a garázsba. Nézzük, ez a 44 mire elég. 1.44-et autóztam. Szerintem 10. hely. Aha. 10. hely. Nézzük, mennyit kéne javítani, hogy legalább a 9. helyre oda kerüljünk. Aha, 44.3. Azt megbírom futni. Azt megpróbáltam megfutni. 10. hely. 44.0-át kéne futni. És 1.25 van hátra, úgyhogy egy darab gyors körön maradt. Na, Sabor Gaming, akkor nyugi. Nyugi, meg tudod csinálni. Nyugalom. Ez is picit széles volt. És most! Most! Most kell menni, most kell menni. 2.50-nel jöttünk át, és jön az utolsó gyors kör. Ez egy hiba nélküli körnek kell lennie. Közepes keveréken ráadásul, amihez nem szoktam hozzá. Nagyon kemény vagyok, de egyelőre nem olyan, nem úgy jön ez a kör még, ahogy vártam, mert belehibáztam. Nézzük az első szektort. Fél másodperc a hátra. És elvették a kört. Elvették a kört. Úgyhogy azt jelenti, hogy ennyi az időmérő edzés, nem tudtam már javítani. Hát srácok, úgy néz ki, hogy a 10. helyről fogunk indulni, de ez egy megérdemelt 10. hely. Szóval ez egy megérdemelt 10. hely. 0.3-ra voltunk a 9. helytől, de megvan az első Q3. Na srácok, ennyi lett volna a szabad edzés és az időmérő edzés innen Malajziából. Majd a futammal jövök, ha tetszett a videó, szokás szerint lájkoljátok, iratkozzatok fel, köszönöm a figyelmet, sziasztok!